Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Dragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Megtartották a Cinege Madár Népzenei Verseny döntőjét, az Árulkodó Gemenc címmel nyílt kiállítás a Vármegyeházán. Nagy sikerrel zárult a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, a Magyarországon élő népcsoportok viseletei elevenedtek meg kismányokon. Megtartották a Cinege Madár Tolna megyei népzenei versenydöntőjét, több mint 30 hagyományőrző előadást hallgathatott meg a zsűri a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Ezzel egyúttal kezdetét vette a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is. Kedves versenyzők és felkészítők, köszönjük szépen az áldozatos munkájukat, a sok felkészüléssel töltött órát, próbákat, és reméljük, hogy a mai döntő is a korábbi évekhez hasonlóan kiváló és színvonalas produkciókat mutat be számunkra. A versenyhez és a szerepléshez nagyon sok sikert és örömet kívánok a magam és a Babits Mihály Kulturális Központ nevében. A Cinege Madár Tolna megyei népdaléneklési és népzenei verseny elődöntőjére a Vármegye 12 településéről 39-en neveztek. Az áprilisi elődöntő után végül 19 versenyző mutathatta meg magát a döntőben is a szakmai zsűrinek. Vaklár Anna népzenepedagógus, Szabadi Mihály néprajzkutató koreográfus, valamint Matókné Kapás Julianna néptáncpedagógus bírálta a produkciókat. A versenyre egyéni énekesek és hangszeresek, valamint éneklő csoportok jelentkezhettek. Ha négyen laci vágyam, szépen hegedülne, akkor én is rátalálnék egy szép ízenülne. De nem vélejék ezzel, mert én néket szervezem, édes angyal. A 9 éves Martini Lara, aki egyébként most lépett először színpadra, egyénileg indult, azt mondja, sokat készült a döntőre. Most lépek fel itt először. És milyen volt, milyennek érezted? Nagyon jó volt. Izgultál előtte? Igen, sokat, mert hát egy héten nekem kétszer van órám citerából, és hát még volt olyan, hogy még próbára is kellett menjek. Letörött a uram kémje, ó, nyitatom meg hát érde, tán hívát törtök a kémje, még is megítatom kérde. A népzenei versennyel egyúttal a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is kezdetét vette, ahová 3 napon keresztül várták a látogatókat. Azt hiszem, nem is lehetne kiváló felvezető műsorral ezt a nagyon szép hétvégét elindítani, mint egy olyan hagyományos rendezvénnyel, amelynek sok-sok év óta már a Babits Mihály Kulturális Központ a házigazdája. Ez egy olyan kultikus esemény itt Tolna megyében, amely nagyon régi időkre nyúlik vissza. Bogár Pista bácsi volt ennek az egész mozgalomnak a kezdeményezője, és egy másik számunkra nagyon fontos személy, Szabadi Mihály koreográfus, a Bartina Néptánc Együttes létrehozója, elindítója volt, aki annak idején ebből egy nagyon színvonalas népzenei versenyt hirdetett meg. Néhány év ugyan kimaradt, de én azt gondolom, hogy az utóbbi években egyre több örömteli tényként mondható, hogy egyre több versenyző indul el a különböző kategóriákba. Ugye ez egy népzenei verseny, van ennek hangszeres része, van ennek népdaléneklési része is, és általában több elődöntőn keresztül jutnak el azok a versenyszámok, azok a produkciók a mai döntőig, amelyek közül a legkiválóbbak majd a szekszárdi születi napok egyik délutánján láthatóak vagy a Vármegyeházán, vagy a Béla Király téren majd a közönség számára. 19 településről érkeztek mai nap is hozzánk versenyzők, produkciók, összesen 39 műsorszámot hallgathat végig egy kiváló szakmai zsűri.
A népdaléneklési versenynek több évtizedes hagyománya van, még 1990 áprilisában hívta életre Szabadi Mihály. Hát az ötlet úgy lett, hogy valamit folytatni kellett, mert korábban, amikor még nagyobb volt a mozgalom a közművelődésbe, a népművészet felé, Hajdanába Bogár Pista, aki ebben az esztendőben lenne 100 esztendős, indította el azon a néven, hogy megfújom a furuján. Ezzel indult ez a népdaléneklési verseny, aztán hát az idő múlásával egy kicsikét elcsendesedett a dolog, és a 90-es években indultam újra azzal, hogy Bogár Istvánról neveztük el, és kapta a Cinege Madár nevet. A 90-es években még 4-5 elődöntő volt a megyei után, mára csak egy lett, de hál' Istennek még ez is van. Látjuk, hogy apró gyerektől a felnőtt emberek mindenki van, korusok vannak. Itt épp most találkoztam egy bukovinai székely korussal. Tudom, hogy itt lesznek az egyetlen férfi korus a megyében, a muslincák nagyon készülnek. Bízunk benne, hogy sikeres lesz, lelke lesz a dolognak. Az együtt éneklésnek számos jótékony hatása van, mondja a szakember. Közösségépítő szerepe van, és hát a nemzeti kultúrát erősíti, terjeszti fiataloknak, és őrzi még az idősebbek lelkében is. Többféle szempont van először is, hogy milyen dalt választasz, olyan szempontból is, hogy azért a magyar népdalkincsnek mennyire értékes elemeiből válogatnak, aztán ki a saját egyéniségének, korának megfelelő dalt választ-e. És hát természetesen az előadásmód. A versenyen végül arany, ezüst és bronz minősítésekről döntöttek, és ismerték el az arra érdemeseket. A legjobbak pedig a szexádi születi napok Cinege Madár Gála műsorában mutatkozhatnak be. Az Árulkodó Gemenc címmel nyílt kiállítása a Szekszárdi Vármegyeházán. Retkes Tamás képei már 6. alkalommal díszítik az épület folyósó galériáját. A fotók a természetvédelmi oltalom alatt álló ártéri erdő élővilágát mutatja be. Természetfotók ékesítik a Vármegyeháza folyosó galériáját, a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál részeként ugyanis immár 6. alkalommal Retkes Tamás képeiből nyílt kiállítás. Az Árulkodó Gemenc című tárlatot Parag Tibor, a Dunadráva Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője nyitotta meg. 30 plusz 1, egyébként 30 szokott lenni, most egyel több lett, mert a nyomtatásnál nem voltam benne biztos, hogy jó lesz, és akkor plusz egyet beraktam, de jó lett, úgyhogy most ezért ilyen páratlan. Ez annak idején ugye a Pünkösdit úgy hívta a Szekszárd, hogy vad és hal ünnep, ezért lett kitalálva ez a gemenc, hogy belepasszol, és mindig a Pünkösditől a következő Pünkösdig anyagból válogatok én. És az meg igazából ezek itt az én választásaim. Próbálok minél több állatot megmutatni, mennyiféle állat van Gemencben. Tavaly jobban sikerült, most azért inkább a vaddisznók meg a szarvasok vannak többségben. Tamás azt mondja, mindegyik képnek megvan a maga története. A szarvasbőgések, a bőgéskor készült fotók a kedvenceim. Olyankor azért a szőr föláll az emberen, amikor egész közel ott kijön a sűrűből, és elkezd bőgni, tehát ezt mindenkinek csak ajánlom, hogy vannak most már ilyen a Gemenc által is szervezett ilyen szarvasbőgés túrák, nézzék meg, és csak hallgatni is nagyon jó egyébként. Nehéz így belőni, mert vannak azok a fotósok, akik tudatosan kimennek valamit fotózni, én meg úgy megyek ki fotózni, hogy amit a természet meg a Jóisten ad nekem ott, és így aztán én sosem érem, de
Voltak olyan állatok, amire vágytam, például a jégmadár, amire több évet kellett várnom. Tamás élete első fényképezőjét a 8. ballagására kapta. Azzal elkezdtem készíteni fotókat, beküldtem pályázatokra, megjelent egy-egy fotóm könyvekbe, akkor ez ugye egy kis lendületet ad az embernek, meg önbizalmat. Aztán utána a múzeumhoz kerültem 2006-ban, és akkor tanultam meg igazából ilyen fotós, profi fotós felszereléssel fotózni. Nagyon sok mindent fotózok, ugye a múzeumban vannak műtárgyak, amiket fotózok, folyamatosan előadások. Aztán ezen kívül van egy grafikus barátom, akivel másodállásban szintén fotózunk, és ott meg azt szoktam mondani, hogy a WC tartálytól a boros üvegig vagy a borig mindent fotózunk. Esküvőfotózás, rendezvényfotózás, Márkus öcsének az összes futóversenyét fotózom. Tehát igazából minden, ami fotózás, az abban így belekóstolok. Van, amelyik jobban tetszik, meg van, amelyik jobban megy, de a szívemhez mindig a természet fotózására a legközelebb. Valószínűleg ez onnan jöhet, hogy már gyerekkoromban a szülőkkel folyamatosan kirándultunk, kempingeztünk, és bennünk van a természetnek a szeretete, és ezt próbálom is továbbadni az én kisfiamnak is. Kikapcsol, főleg kikapcsol, illetve hát a visszajelzésekre nyilván mindenkinek szüksége van. Visszakapom idős emberektől, hogy olyan jó, hogy ezeket a képeket láthatják, mert ők már nem jutnak ki, és az én képeimen keresztül mégiscsak kijutnak. Tehát ez nagyon sokat számít nekem, ez sokkal több, mint ha valami díjat kapnék. Úgyhogy én igazából nekik készítem, nyilván magam örömére is, és tényleg az a legjobb a Gemencben, hogy ha kimész, akkor úgy megszabadulsz ettől a városi pörgéstől, és lenyugszik minden körülötted, és feltöltődsz. A fotós autodidakta módon tanulta a szakmát, és tanulja folyamatosan, elmondása szerint élete végéig. Több projekt is van, Tamási és környékét kell fotóznom, várakat, a Simontornyai vár, Ozorai vár, aztán Szekszárd és környékét is kell fotózni, borokat is fotózunk továbbra is, légi fotózás is megy, az is most új kedvenc. Én úgy érzem, hogy folyamatosan fejlődök, és ez ugye addig tart szerintem az életem végéig. Tehát, hogy fejlődik a technika is, fejlődik az ember is, a látásmódja, minden. És én visszanézem a régi képeket, és akkor sokszor elszörnyűködök, hogy úristen, na ezt már törölhetjük. Úgyhogy jó látni, hogy fejlődik az ember. Nagy sikerrel zárult a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. A háromnapos kulturális és szórakoztató programokkal tarkított rendezvénysorozatra több tízezrel látogattak el május 27-e és 29-e között. Május 27-én a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál első napján többek között az Omega Testamentum, az Omega Együttes örökségét tovább éltető zenekar teremtett hatalmas hangulatot a Béla Király téren. Bár a rendezvény idén egy nappal rövidebb volt, a szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a három nap eseménydúsan teljen el. Legnagyobb örömünkre már a Pünkösdi Fesztivál első estején megtelt a tér, az idő kegyes lett hozzánk, amelyet reméltünk is, és azt hiszem, hogy egy ilyen kultikus zenekar, az Omega, illetve hát most nevezzük az újabb nevén Testamentum zenekarnak, régi és új tagokból verbúválva, egy kiváló hangulatot fog teremteni a város főterén. Ez az a zenekar, amely hosszú-hosszú évekkel ezelőtt többször is vendége volt már városunknak, még a régi Omega tagokkal, és én úgy gondolom, ezt a hagyományt illik is továbbvinni. Kóbor János, Meki, Benkő Laci és a többi legenda is ezt szeretné. Köszönjük a támogatóknak, köszönjük annak a nagy összefogásnak, aminek segítségével ezeken a napokon is sztárfellépők és sok-sok érdekes program várja a nézőket.
Úgyhogy mindenkit biztatunk, holnap is, holnap után is fáradjanak ide ki. A nyitott pincék programja után a város főterére is sok szeretettel várunk mindenkit. Éjszaka fiataloknak nagyon jó diszkóprogramra készülünk. Minden adott ahhoz, hogy három napig fesztelenül tudjunk szórakozni, és egymás barátságát élvezzük. Hajrá, Szekszárd! Várunk szeretettel mindenkit! A három nap során több tízezren fordultak meg a programsorozaton, amely szinte minden korosztályt és számos kulturális ízlést kiszolgált. Azért jó, az ember kimozdul egy kicsit, én főként a zene miatt. Menni a koncertet, és majd a többi az elválik. Várjuk a haveroknak, barátoknak a jelentkezését, hogy ki merre szeretne, hova szeretne menni. Lassan megyek vissza, de örülök, hogy kijöttem. Nagyon sok ismerős arc. Ha másért nem, hát ezért megérte az egész. Örülök neki. A pünkös nem csak a helyiek számára volt kiemelt program, sokakat vonzott az ország más tájairól is. Voltak, akik egészen az őrségből érkeztek a rendezvényre. Lementünk a Vásár utcába, sétáltunk egy nagyot, aztán hát koncert után megyünk haza, mert azért 350 kilométer. Nem itt van, de holnap reggel dolgoznunk kell, úgyhogy el kell indulnunk. Mik az eddigi tapasztalat? Nagyon szép város, nagyon szép. Pont arról beszélgettünk, hogy milyen jó a tér is, meg hát autóval lent álltunk meg, ahogy jöttünk fel, az is nagyon szép. Annak is érdemes volt kilátogatnia a rendezvényre, aki nem csak kulturális élményre, hanem finom ízekre is vágyott. Mindezt a gasztrosátor és a borudvar biztosította számukra. Ezek mellett a kirakodóvásár és a vidámpark is szintén a program elmaradhatatlan részei voltak, így biztos, hogy minden korosztály talált magának szórakozási lehetőséget. Nagyon jó ez, olyan jó hangulat van, rengeteg boldog embert látok. Gyönyörű volt az Orbán nap, Nagyon sokan voltunk, kiváló borok, kiváló emberek. Úgyhogy gyönyörű ez a pünköst. Alapvetően mi a sok új érdekesség miatt jövünk, általában az új ételeket látogatjuk meg először, de a hangulat miatt is. Most éppen a vizsgai időszakra készülünk, szóval egy kikapcsolódásképpen jöttünk ide. Rendkívül felvillanyozó így nekünk főleg a sok tanulás mellett, és alapvetően az embereket is jó látni, hogy végre kimozdulnak a jó időben. A fesztivál egyik sztárfellépője Demián Ferenc volt, aki Ezzel még tartozom címmel adott koncertet vasárnap este. Bár a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál záró napjára az időjárás ugyan borongósra fordult, ez azonban a hangulatra nem nyomta rá a bélyegét. A Magyarországon élő népcsoportok viseletei elevenedtek meg Kismányokon, emellett a rendezvény alkalmával hagyományápoló csoportok közreműködésével a nemzetségek zenéit, táncait láthatták a településre látogatók. Kismányokon igazi jó idő társult a közösségi ház udvarán megtartott népviselet napja rendezvényhez, amely egyúttal a Tündérkert kézműves piac szezonnyitója is volt egyben. A délután folyamán többek között a sárközi, felvidéki, német, moldvai, mezőségi, székelyföldi, bukovinai viseleteket láthatták, és egy-egy előadásnak köszönhetően a népcsoportok hagyományait ismerhették meg az érdeklődők. Az 1910 körül sokszínűvé vált siolgárdi viselet kifejlődésében, hímzés és forma világában közel áll a kalocsaihoz, de attól teljesen független. Siolgárdról érkeztem, többet magammal, és ami rajtam látható, az egy ünneplős, félünneplős viselet. A siolgárdi viseletnek jellemzője, hogy árulkodik a viselőjének az életkoráról, arról, hogy milyen alkalomra vette föl. Rajta most egy ilyen kék lila bordó összeállítás van, ez már nem a fiatalok, hanem az idősebb korosztálynak az öltözéke. A női viseletnek ugye az a jellemzője, hogy amikor bekötik a lánynak a fejét, akkor ugye egy asszony fejfedőt kap, így az én fejem is, ugye mivel férjezett vagyok, így ez megjelenik a viseletben is, és van rajtam egy kendő, egy bukó igazából. A lányoknak a haja fonott. Általában az a jellemző, hogy ugye fiatal korban még a legegyszerűbb hímzés díszíti a ruhákat. Itt a színeket tekintve a piros, bordó, permetes kék színek jelennek meg. Aztán idősebb korban ez a 40-es korosztály fölött 40-50 körül, ott már a pirosat felváltja a lila, a sötétkék és a bordó az ugyanúgy marad, és ahogy idősebbek, idősödik az ember, úgy visszatér a fehér hímzés.
az idősek, ők már a feketéhez fehér hímzést vettek föl, használtak. Most egyetlen kiegészítő, ami nálam van, ez a hímzett zsebkendő. A színvilága az harmonizál a ruhának, a ruhán található hímzésnek a színvilágával. Fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy hol születtünk, honnan származunk, milyen értékek vannak a mai világban, erre nagyon kell vigyázni és ápolni és őrizni a hagyományokat, amíg még lehet. A szervezők hagyományteremtő céllal csatlakoztak tavaly az országos kezdeményezéshez. Ezzel a rendezvénnyel csatlakoztunk a Népviseletek napjának országos felhívásához, amit tavaly évben már első alkalommal megrendeztünk. Ezen a napon lehetőséget adunk annak a rengeteg magyar, gyönyörű népviseletnek a bemutatására. Szeretnénk felhívni a figyelmet a sokszínű, gyönyörű magyar népviseletre, a magyar népzenére, a népdalokra és a néptáncra. A környékbeli nemzetiségeket is hívtuk, tehát hívtuk a német nemzetiséget, megszólítottuk a felvidékieket, a sárközi viseletben lévőket, a bukovinai székely viseletben is érkeztek csoportok és együttesek, és ezen a rendezvényen még a busót is felkértük, hogy öltözzön be. Igaz, hogy ő februárban már debütált, és a farsangi rendezvényen ő vezette a csoportot, de most is felkértük. A népviseletben érkezőket nagy tisztelettel és köszönettel megköszönjük, hogy felhúzták erre a napra és erre az alkalomra az a legkedvesebb viseletüket. Elsősorban a csoportok bemutatkozásával kezdődik a műsor. A csoportok között lesz szólótáncos, lesznek a moldvai csángók. A népcsoportok zenéje is helyet kapott az eseményen, amíg a viselet bemutató zajlott, addig a tájegységre jellemző dallamok csendültek fel a rendezvényen. A moldvai csángó viselet különleges darabjáról, a keptáról, amelyet a fiatal emberek szüleiktől, keresztszüleiktől kaptak a lakodalom előtt, mindent elárult viselője. Tartjuk a hagyományainkat, mivel hogy 1942 és 1947 között Moldvából betelepült moldvai csángó magyar leszármazottja vagyok én is, édesapám gyerekként jöttek, nagymáig ott nőttem föl közöttük. Tehát a csángó kultúrát azt nekem nem kellett megtanulni, beleszülettem. Miből áll a népviselet? Népviseletünk, ez kezdjük föl a kalapnál, mondjuk ez a hímzett szalag, ezt a lányok szokták hímezni a fiúknak. Ez gyöngyökből van kivarva, és amikor már komoly az együttjárás, tehát közeledik, hogy jegybe járjanak, akkor szokták ezt a lányok ajándékozni a fiúknak. Ezt úgy nevezik, hogy cuk. Ezt fölteszik a kalapjukra a fiúk, és akkor látják, akkor már tudják, hogy itt már valami közeli kapcsolat van fiú és lány között. Az inget, ezeket minden saját maguk kézzel készítettek. Ez lenbászomból van, ezt a lent ezt lekaszálták, megtörték, megtilolták, fonalat csináltak belőle, kilúgozták, hogy fehér legyen, ezek inkább ilyen ünnepi viselet volt, és akkor utána megszőtték kézzel. A kihímezték az alját neki, az ingúját, ezek magyar falusi hímzés, mert minden községnek megvoltak a jellegzetes hímzési mintái, és abban az időben, hogyha valaki átment a Menyecske, meg egy fiatalember egy másik faluba, egy rendezvény, egy mulatságba, akkor meg tudták mondani, hogy ez magyar faluból jött, ez Rekecsinből, vagy ez Gajcsánból. Ezt általában fiatal emberek szokták kapni a szüleiktől, vagy keresztapától a lakodalom előtt, és amikor ezt megkapják, akkor csak nagyon kevés hímzés van benne elől, meg az ujjai, és utána, amikor ezek a hímzések úgy kerülnek bele, amikor megházasodik a fiatal ember, akkor elviszik a kozsokárhoz, aki ezt varta annak idején, és belehímezi képírással, hogy megházasodott. Aztán megszületik az első gyermek, azt is belehímzik. És akkor meghalt a nagymama. Tehát a nagyobb családi eseményeket mind belehímzi képírással, és amikor elérkezik meg 60-70 éves koráig a tulajdonosa, akkor megtelik a keptár. De ha nem, akkor továbbadják a gyermeknek, a következő generációnak, és ez valószínűleg ez két generációnak a keptárja volt, ez közel 150-160 éves. A táncos bemutatók sem hiányoztak a kismányoki népviseletnapi rendezvényről. A Bonyhádi Székelykör gyermektánc csoportja bukovonyai viseletben állt ki a színpadra. A téren, a pillanat, a kis
Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!